Szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Jézus egy alkalommal így beszélt a néphez az Isten országáról. Mihez hasonlít az Isten országa? Mihez is hasonlítsam? Hasonló a mustármaghoz. Az ember fogja és elveti kertjében. Ott felnő és nagy fává lesz. Az ég madarai megpihennek ágai között. Majd így folytatta. Mihez hasonlítsam az Isten országát? Hasonlít a kovászhoz, amelyet fog az asszony, és elvegyít három vékalisztben. Az egész megkel tőle. Kedves testvérek, kedves tévénézők! Az Atya iránt való engedelmességet tulajdonképpen Jézus az emberi természetünkön keresztül próbálja bemutatni, és azt akarta, hogy az ő egyháza ennek az engedelmességnek, az Isten iránti engedelmességnek és tiszteletnek a jele legyen itt a Földön, a történelem folyamán. A kovászra való utalás, a mustármagra való utalás valójában kijavítja az írástudók, a farizeusok várakozását, akik úgy gondolkoztak, hogy a messiás tulajdonképpen egy látványos hatalommal fog eljönni, és le fogja igázni a pogány népeket, a rómaiakat, és már az ő életükben is érvényesíti a mózesi törvényt. Jézus azonban rámutat arra, hogy Isten országa önkéntes hittel, és ami a legfontosabb, engedelmességgel fog terjedni. És arra is rámutat a mustármag példájával, hogy kezdetben nagyon jelentéktelen, de majd lassan és szépen átfogja az egész emberiséget. Tudjuk azt, hogy nekünk Isten föltárta az ő országának titkait. Nekünk keresztényeknek, mi beavatottak vagyunk, nekünk kell továbbvinni ezeket a titkokat, ezeket a misztériumokat.